Sziasztok! Monster vagyok, és ez itt a SimRace UV. Hát... A játék ingyenesen letölthető, egyik barátom javasolta, hogy próbáljam ki. Épp a felvezető körön vagyunk. És... Hát a játék az teljesen R-faktoros. R-faktor motorja van. Konkrétan ezt már telepítés részre lehet venni. Egyelőre nem tudom hány autó van, ugyanis tegnap még csak ez az egy Mitsubishi volt, mára pedig már három van, szóval nem tudom, hogy ez mi. Pályával is tegnap még csak ez az egy volt engedélyezve, mára már most 9. Úgyhogy nem tudom, hogy mitől függ, pedig online nem mentem. Maga a játék egész könnyen irányítható, tehát nem is nagyon kellett kalibrálni semmit, sem beállítottam driverbe, hogy mennyi fokon szeretném használni a kormányt, milyen százalékon is egész könnyen vezethető. Így a játékon belül kikapcsoltam minden segítséget, úgyhogy én így vezetek. Maga a cég szervezi a versenyeket, online pénzdíjakat lehet nyerni meg. Most ilyen Mitsubishi tesztelés lehet nyerni, van egy ilyen verseny is. A pályák részre szkenneltek, úgyhogy elég pontosak. Ami kicsit negatívum, hogy nagyon gyorsan megyünk egyes kanyarokba, és megfékezzük, hogy elengedjük a gázt, akkor így elindul az autó át olyan, mondjuk ez. Nem tudom, setupba lehet, hogy lehetne állítani, de igazából nem nagyon lehet benne setupolni, tehát így ott vannak a izék, a menüpontok, de nem enged állítani, úgyhogy gyári setuppal kell menni, konkrétan a benzinem meg a gombinyomásom kívül semmit nem enged. De jó ez a ghost car, nem tudom mit keres, itt eddig nem volt. Örülök neki. Meg ez is beállítom, hogy tesztelni szeretnék, azt itt van előttem egy izé, meg versenyt indít, elég érdekes. Ez a legutálatosabb kanyar, de nem tudom, hogy kell bevenni. A pályán van ez a verseny, itt 1.51-1.52 a leggyorsabb idő. A körül van, hát én 1.56-ot mentem, jó mondjuk 10 körnél többet még nem mentem. Úgyhogy igazából fogalmam sincs, hogy hol marad benne. Nagyjából tudom, de hát nem tudom, azért 4 másodperc az kicsit sok, főleg, hogy R-faktoros a játék. A féktávok azok elég tiszták, úgymond nem kell nagyon dolgozni az autóval. Fékezel, aztán fogod a kormányt és bekanyarodsz. Na hát ennyi volt egy kör Sonomába. Majd még jelentkezem, ez egy jó játéknak néz ki, úgyhogy valószínű lesz még felvétel. Remélem a többi autóról is sikerül bemutatnom. Mit tudnak, meg a többi pályát is persze. Sziasztok!